Dorotát, aki a múlt héten hívta fel magával a figyelmet egy, talán úgy tudnám mondani, egy mindennapi jó cselekedettel, és én mindenki fontosnak tartottam, hogy egy pillanatra megálljunk, és mindannyiunk nevében köszönetet mondjunk azért a helytállásért, azért a talán a legjobb szó az, hogy lélek jelenlétért, amit az iskolában tanúsítottál, hiszen ugye arról van szó, hogy egyik osztálytársa rosszul lett többször is az iskolában, ő sietett segítségére, és azokat az ismereteket használta a gyakorlatban, amelyeket az első segély nyújtásból megtanult, tanfolyamon átsárkított, hiszen a diáktársa rosszul lett, leállt a légzése, és tulajdonképpen nem könnyen lehet, hogy az életét mentette meg azzal, hogy tulajdonképpen a lélek jelenlétét megőrizte, és míg a társa az iskolaorvosért futott, addig sem maradt elváltatlan ez a lány, hanem tulajdonképpen segítséget nyújtott neki. Én fontosnak tartom azt, hogy időnként megálljunk egy-egy pillanatra, és azoknak a munkáját, a lélek jelenlétét is elismerjük, akik úgy tetszik a mindennapokban mutatnak példát mindjárt számára, hiszen sokszor adódhat olyan szituáció az életben, akár az utcán, akár az iskolában is, amikor bizony szükség van a lélek jelenlétünkre, és ezzel életeket menthetünk. Úgyhogy én mindenképpen ezért a helytállásért, ezért a példamutatásért szeretnék köszönetet mondani, azt mondom, hogy minden bécsi polgár nevében és a bécsi város vezetés nevében is. És engedd meg, hogy kis ajándékkal kezdeskedjünk.